Radikálisan átalakulhat a vasút Európában. Olyan áttörést értek el olasz kutatók, ami mindent megváltoztathat. Olyan maglev technológiájú vonatot csináltak, amihez nem kell speciális sín, hanem a mostani síneken működik. És simán át tudom képzelni, hogy átalakítják a kispirosokat, úgyse fogunk újat venni, átalakítják maglev kispirosokkal. Gondoljátok el, csak le kell szerelni az alját, rászerelni erre a lemezre, és akkor bum. Akarsz egy pánikát, Dani? Ah! Mert van egy banánpánik, amit te nem kóstoltál meg. Banán. Kaptunk banánpániket, nem adtad ezt az adást? De nem láttam az adást, na. De... Hát akkor... Vagy ez mi volt a legutóbbi, amit megitattál vele? De kóstoljuk. Ennyi van belőle, mert Lacival megittük. Jó, hát amúgy se volt benne sok. Igen, banánpániket iszunk, mert azt nem hiszem, Dani módkor nem kóstolta meg. Azt a jó banánt elpazarolni erre. Kijönted? Vagy... Én. Jó, akkor kijöntem én. Tudtam is. Kukkám már rá meg a kezem. Nekem is. Jó, tiéd a több már. Wow. Te messzebbről vagy. Hát akkor ígyunk arra, hogy ez itt a harmadik évad századik része, gyerekek, a YouTube-on. Hát akkor mindenki hozzátette magát. Egé, köszönöm, hogy mindenki itt van, és akkor... Hubaka, de jó illata van. A banánpálinkával. Úristen, ez nagyon jó. Igyatok Noémire, mi van Noémival? Egészség. Szóval nézőtől kaptuk, és nagyon durva. És tényleg banán íze van amúgy. Azt a mindenségét. Ez finom. A szagod meg, a tök jó banános illata van. Édem, én is, aha. Valószínűleg nem véletlenül, hogy csak ilyen pici üveggel kaptuk, mert nem tudom, hogy hány kiló banán van ebben, ebben az üvegben. De várj, ezt hogy csinálják, hogy életlenül kell leszedni, vagy ezt már az érettebb fajtából kell rohasztani? Ezt nem kérdeztem meg. Tehát, hogy hozzápakolják még a cefréhez, vagy a mi az ágyasnak a pálinkába. Nem kérdeztem meg. De majd hát érdekes lenne megtudni, mert amúgy... Leírják a készítők, igen. Mert akkor megyünk a hétvégén is, bevásárjuk az összes banánt. Meg elvileg nem pálinka, mert ugye nem lehet pálinkának hívni, ami nem magyar gyümölcsből készül, de... Mi nem termesztünk pálinkát? Szedje már össze magát akkor... a magyar állam, ja. Banára támogatást. Ott most a biodó. Most kell belevágni. Az lehetne. Ott a biodó. Biodóban lehetne. Ja. Lehet fűteni. Mehet bele a banánfa. 10 év múlva meg már szabadon és lesz. És akkor így fenntartható lesz a biodó. Ennyi. Ez minden évben legalább 3 liter pálinka. Körülbelül. Jó, lehet, hogy 4. Noém, nagyon fontos feladatot végez a háttérben, ezért iszunk rá. Igen. Az, ja, én azt hittem valami nagy esemény igen. Történt vele, igen. Hogy mit tudom igen. Én. Kolos, van-e még PP matrica? Banános gyó, jó, hát azért a banános gyó az. A PP matrica készülőben van, igen, úgyhogy lesz majd. Közönség talira biztos, hogy lesz. Ja, úgyhogy elértük a századást ebben az évadban. Gyorsan eltelt. Csak egy fél év kellett hozzá. Jó, de úgy van, 100, hogy 50, nem? 100, 50, 102. YouTube-on, igen, 100. Tehát, hogy mondjuk akkor is sok. Hát kurva sok. 50, tudod, mennyi volt ezt megvágni, bassz? 25 hét. Ja, persze, hát egyébként igen, 25 hét. Ja, szeptember óta. Nagyon sok, úgyhogy nem gondoltam. Már gondoltam, hogy elérjük a 100-at, csak nem gondoltam, hogy ilyen hamar el fog telni amúgy, mert az elején nekem nagyon... Ha 3-ba vágnád, akkor már 150-nél járnánk, vagy valami ilyesmi. Mi is a trükközés ez? Nekem az elején elég nagy nehézséget okozott egyébként, hogy ezeket a videókat ugye meg kell vágni, és hát nem nagy nehézségeket, de hogy azért éreztem, hogy nagyon elfáradok benne, és szerencsére így a 100-nál már így eléggé rutin lett, úgyhogy leülök, azt már kész is van egyébként. Jó, hát ez egy 2-3 óra hossza, de hogy így már nem olyan vészes, szóval nem tűnik olyan durva. Hát ott pikpak mintát adtam, amit csináltam, az is pikpak. Ja, csak ja. Nem pikpak, de tök jó ötleteket ja. Láttam, van egy ilyen tortás, mit tudom én, valami, nem emlékszek, valami torta világon, spanyol neve van az Instagramon, de olyan jó ötleteket lehet nála látni, meg olyan jó elkészítési módokat, úgyhogy ez is egy részben onnan szedtem, hogy ezt hogy dekoráljam ki. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, hogy itt vagytok, meg feliratkoztok, meg csírt küldtök, meg tagok vagytok, vagy csak simán lájkoltok, mert nekünk az is nagyon-nagyon nagy dolog. Ha csak néztek, már az is tök jó, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, és köszönjük szépen is. Nyomjuk tovább, nincs megállás. Nem tudom, hogy meddig no fog break. Tartani. Vagy mi van a bokádon? Nem szólt elmondani, ez a szitkos info. Nem a bokámon van, hanem a vádimon. A bokámra azért nem tetováltatok, nem vagyok izé. Most nem mondtad el a titkos infót. Miért neked a bokádomon? Az enyémben, maximum szőr van. Szóval, hogy nem tudom, meddig fog tartani ez az évad. Lehet, hogy megint lesz nyári szünet, majd látjuk, mert lehet, hogy kelleni fog. Majd kiderül, de nyomjuk mindenféleképpen, tehát egy augusztusig biztos, hogy itt leszünk minden héten, ha nem történik semmi komolyabb gond, de nem fog történni semmi komolyabb gond. Kapimban PP-tali. Mi lesz PP-tali? Hát majd lesz május, amikor jó idő lesz, majd csak jó, én adom.
Hát nincs még időpont, csak hogy majd kéne csinálni, mint tavaly. Te olyan magabiztossággal kérdezte műalkotás, hogy mondom, tud valamit, amit én nem. Nem, nincs még konkrét időpont. Melyik jutott, hogy derekám van, tehát Lacinak van. És ha csípőgatyában jár, akkor még látszódik is egyébként. Órátás után, ez most komolyan kérdezed? Órátalítás után egy órával később kezdtek majd? Nem. Mert hogy érted? Persze, a mostanhoz képest egy órával később, igen, de akkor az óra ugyanúgy hetet fog mutatni. Amikor 7 óra van, akkor van stream. Mindegy, hogy nyár van vagy tél van. Ha 7 óra van, akkor van stream. Kivéve amikor nincs, de szerencsére nem sűrűn fordul elő. Na, jó van, akkor elég az ömlengésből. Kezdjünk bele. Marci küldött egy jó pár témát. Igen, most megbombáztalak téged. Én szoktam látni, csak az a baj, nem tudom átküldeni. Az elektromos autó az jó, de nem annyira izgi amúgy. Inkább ez az izgi, nekem ez tetszett ez a... Vasutas? Ja, nem, vasutas is jó. Ez energiatározós. Ja, az érdekes cikk, azt én is elolvastam. Aha, na, akkor felvezettem a dolgot. Az a helyzet, hogy 4 évtizede vizsgálják, de vajon tényleg megvalósul-e a nagy magyar energiatározó? Úgyhogy arról van szó, hogy ez a, hogy hívják gravitációs erőmű, vagy mi a pontos neve ennek? Valami olyasmi kéne. Nem jegyeztem. Szivattyús tározás, vagy valami, hogy is mondják ezt? Azt mondja, hogy a kormány úgy tűnik komolyan gondolja, hogy évtizedes szivattyús tározó, igen. Terveket leporolva szivattyús tározót épít az országban. Egyelőre felmérik a lehetőségeket, két lehetséges helyszínt már bejelentettek, de még így is számos kérdés merül fel a beruházás körül. Szóval ez úgy néz ki gyakorlatilag, itt van egy kép egyébként, ez Németországban van, azt hiszem, ez a kép. Igen. Igen. Az egy németországi kép. Igen, tehát hogy így gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ez, ugye leírják a cikkben, hogy például mind már tök sok napenergiát meg tudunk termelni, de egyébként én azt hiszem Grand Canarián láttam ilyet, hogy ott meg szélenergiával csinálják ezt talán, hogy ugye a éjszaka, amikor ugye kevesebbet használ a hálózat, vagy hát az emberek, ugye túltermelés van, és akkor, hogy ez az energia ne vesszen, ugye ezt úgy tárolják, hogy van két bazi nagy tározó, víztározó, és akkor a plusz energiával ugye felszivattyúzzák gyakorlatilag az alsóból a felsőbe a vizet, és amikor ez energia ez kell, akkor ugye visszaengedik, és ez turbinákat meghajt, és így keletkezik elektromos áram, egy tök jó ötletnek tűnik így elsőre, viszont ugye elég nagy környezet, átalakító, és tájkép. Gyakorlatilag el kell árasztani ez egy völgyet. Vagy valami egy óriási vidéket. Bányatavat, vagy valamit, tehát nyilván mindenképp kell hozzá. Igen, felmerült mézbánya is a cikkben, azt hiszem a Mecsek környékén, hogy az is egy lehetséges helyszín, hogy már meglévő bányató használjanak fel. Annak mondjuk lenne értem, igen, mert amúgy ez úgy tűnik elsőre, hogy ez egy ilyen teljesen full zöld cucc, hogy van két tó, és akkor ez tök jó, semmi nem fog látszódni, de hát amúgy nem, mert itt ez is ki van betonozva itt például ezen a képen. Hát meg azért, hogy a tavakat úgy kell kialakítani, hogy ezek többnyire nem már meglévő tavak, hanem kialakítani a tározót, tehát gyakorlatilag el kell árasztani egy adott területet, ahol addig nem volt víz, hanem mondjuk erdő volt. Igen. Ha csak tényleg nem egy bányatavas megoldásnál lesz majd ez kivitelezve. Igen, itt ugye írják a Bős Nagymarosi cuccot, amit ugye ez egy ilyen lett volna, csak aztán az nem. Hát a prédikáló székhez tervezték pont, tehát azért... Mondjuk azért szomorú lettem volna tényleg a prédikáló széknél, most egy víztározó lenne. De hogy raktak volna a víztározót? Hát felnyomják úgy, a vizet, hogy a Duna akkor... felé lefalazzák a hegyet. Úgymond odahúzzák a gátat, és ott a völgyet feltöltik a gát szintjét. Ez nem lett volna szép. És onnan a hát az nem. Dunából fölviszik a vizet, mikor kevés a vizet túltermelés van, akkor Dunából felhúzzák a vizet. Majd leengedik, mikor kell az energia. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag ott állt volna egy nagy betonos tározó. Ahol most a kilátó van. Ahol most a kék túrázók és egyéb túrázók Pest környékéről örömmel kimennek túrázni, ott lett volna egy tározó, de hát nyilván részben ezért is, mert ugye egy népszerű turista célpont például, ezért sem épült meg. Meg hát komoly, tényleg komoly tájátalagító jellege van egy ilyennek. Akkoriban a kommunizmusban akkor még ez nem volt ilyen szempont, hogy... Hát ezt addig húzták, hogy beszakadt a kommunizmus, és hirtelen voltak környezeti aggályok. Sőt, igazából nem, mert már a kommunista ira utolsó időszakában, jól emlékszek, felmerültek. Nem, azt hiszem, ezt a volna, meg ők voltak. Ők lettek volna egy hülyék, de ők elég hamar megbuktak az élásukban. Igen. Azért, mert a Kádár annyira figyelt talán a rendszerre, vagy legalábbis itt a rendszer figyelt már annyira magára az utolsó évtizedben, hogy már ott is környezeti aggályok konkrétan felmerültek, tehát a Bős Nagymaros is nem valósult meg, mert már ott is volt némi ellenállás abból fakadóan, hogy ilyen betonmonstrumot meg egyáltalán egy ilyen tájátalakítást megcsináljanak. Igen, de szerintem úgy ez tök jó működne, hogyha valahogy meg lehetne csinálni. Szivattyúk, hogy... ez jó! Janek úr, újra megtelepszik az ősonos vízimadár a szivattyúk. Szivattyúk.
Köszönjük szépen a kommentet. Mindjárt megnézzük a kommentjeiteket is, de ezt mondjuk még végig ezen a cikken. Azt mondja, hogy két helyszín jön számításba. Az Energiaügyi Minisztérium minden esetre most arról a tájékoztatást, hogy tavaszi próbafúrások készítik elő a döntést az első hazai szivattyús energiatározó megépítéséről, és akkor az első hazai szivattyús tárolós erőmű 600 megawatt beépített kapacitás jöhetne létre. 6 órás energiatermelésre lenne képes, ennyi idő alatt folyna át a víz a felső tározóból az alsóba. A két most megnevezett helyszín Markaz és Sajó Ivánka. Markaz, nem ott mentetek el túrázni? Vagyis a Domoszló Markaz, hogy valahol ott az ott a környéken van. Ott van egy nagyon szép völgy a vár mögött, a Markazi patakkal. Most még. Most még. Aztán lehet, hogy egyszer csak a Markazi tározó lesz belőle. Markazi. Hát azt láttuk, amikor ott túráztunk. Igen, az lenne elvileg... Ja, amikor mi voltunk, amikor te nem voltál. Igen. Az lenne elvileg azt hiszem az alsó tározó, és a fősőt meg följebb kéne szóval kialakítani valahol ott a basszét patakvölgybe, ott a vár mögött. Igen. Itt... Ha nem kell beledúrni, csak le kéne zárni, és elkér azt az egészet. Igen. Hát úgy, igen. Itt van a Markazi tározó egyébként, aki így... Nem vágná a dolgot, meg ez mennyire látszódik. Igen, hát itt Visontától nem messze van egyébként. Gyöngyös, az közel van. Ja. Gyöngyöstől nem messze, igen. És a másik, az pedig, mi volt a másik? Sajó Ivánka. Sajó Ivánka, és az Oszóban. Valahol Sajó völgyében lennél okosabbot nem tudok mondani. Kazincbarcika, hát ott jártunk el. De azt úgy hogy? Ott nem túl magasak a hegyek arrafelé még. Hát magasra kell húzni a betont, és akkor jó lesz. Mert jó nagy a távolság. Mutass egy domborzati kinézetet? A felszíni vonalakkal. Már szintvonalra gondoltam. Szintvonal. Hogy? Itt vannak mindenféle dolgok, de ez? Nem tudom, hogy van-e szintvonalas. Azaz, ott van. Ja, aha. Hát ott van két. És tehát... hát nem tudom, hogy itt hova akarnák lepakolni. Hát valószínűleg a hegy oldalba akarnák fölvezetni, de akkor az meg jó nagy extra munka, mert akkor le kell engedni egy alsó tározóba. Gondolom az alsó tározóban a Sajó Ivánka mellett, és a fölsőt vinnék föl a hegyekbe. Ja, itt van egy jó nagy völgy, ahogy látszik. Hát ott a Sajó völgye, igen. Ja. Igen? Na, nézzük. Hát érdekes. Nézzük a dolgot. Amikor mi korábban a tervekről érdeklődtünk, Mátra projektről, azt hallottuk, a Mátra projektről, a Markazi projektről, hogy biztosan a vizsgált projektek között lesz, de Sajó Ivánkáról nem hallottunk, ezt tapasztaltuk, hogy a témaszakértő is Markazt ismerik jobban. A Mátrai erőmű hűtőtava, a horgászparadicsom, az egy hűtőtó, akkor ezek szerint. A Malon patak és a Zsidó patak táplálja, és erre már korábban komoly előkészületek is voltak, de 2011-ben mélyfúrásoknál elakadt a projekt. Úgyhogy ez van. De aztán, hogyha ott ezt megcsinálják, akkor az mekkora régiót fog vajon ellátni? Hogy ezt el tudják vinni azért messzebbre is? Hát figyelj, onnastól kezdve vezetékes a rendszer, tehát onnastól kezdve az áramot, amit onnan leeresztenek, az megy, ahova hát, akarod. Jó, de... A lényeg, hogy hát nyilván ki kell építeni megfelelő kapacitású energiarendszert, hogy szállítani lehessen. De mivel ott a visontai erőmű, elvileg oda hát mondjuk, ja. Elég bekötni, és onnan már továbbítható a meglévő rendszeren. Jaj. Na nézzük, milyen kommentek vannak. Lelezol írja, ami meglepett, hogy NASA-i nem szerepel a cikkben, miközben 2008-ban már felmérték a második helyet kapott. Gondolom valami okból a gályokat vetett fel, de az is lehet, hogy majd ez is belekerül, még eleve az egész projekt ilyen épp csak belebegtetett, még igen. Nem is tudom mennyire komoly a hát szándék, az biztos komoly, mert általában ez... Mit írtak? 600 megawatt, azt írtak? Igen. Nem, az a napelem, ja. Az a napelem rendszer. Ez a 600, ez most az összteljesítmény a 6 óra alatt? Valószínűleg igen. Paks, az hány megawatt, az hogy van? 1200, azt hiszem. Egy blokk. Nem. Ja, hát azt hiszem a Paks 1200. 2000 körül van? Na, szóval akkor ez... Sok. Jó, de akkor ez elég mérhető kapacitás. Igen, csak ez 6 órás időtartam minden nap. Tehát, ja, hát jó, de ez a megújulókat kiegészíteni. Nyilván tehát az alapötlet erre az lehet jó. Extra kapacitást ráépíteni, de akkor ezt úgy kell megtervezni, akkor az egész irányítási rendszer, hogy akkor időbe bekapcsoljon. Igen, ez a rendszerre. Klebik M írja, Szolnokon építenek valami nagy akupakkot napelem erőműveknek. Hát igen, ugye az akupak a másik megoldás, csak ez kicsit... mondjuk lehet, hogy nem bonyolultabb, mint ezt megcsinálni. De sőt, inkább egyszerűbb. Ja. Csak hát, hogy ez kurva sok akkumulátor kell. Meg ugye... Az függ az összetételtől, tehát az akkumulátor technológia is egyre hát, rétűbb. Viszont, hogyha ezt megcsinálod egyszer, ezt a gravitáció cuccot, akkor az olyan. Azzal nem kell semmit csinálni. Mint a gravitációs budi Erdélybe. Igen. Szóval az nem fog nagyon elavulni, meg tönkre menni. Nem olyan, mint az akkumulátor. Hát nyilván a turbinát karban kell tartani, meg ellenszesen őrizni a falnak a szilárdságát. Igen, de az akkumulátor az előbb-utóbb úgyis tönkre megy. Hát cserélni kell a rendszerbe dolgokat. Hát minden rendszerbe cserélni kell dolgokat. Igen, de például az autóaksi, hogyha már nem elég jó, akkor például simán házhoz ki lehet rakni még. Hát,
igazából igen. Van újrahasználási lehetőség, csak nyilván a hatékonyság egy idő után csökken, és akkor több kisebb tóval is lehet, csak nem annyira gazdaságos, meg akkor sok helyen kell átalakítani. A nagyon kicsi tó, meg ami nem olyan szemmel látható csúnya sebet ejt a tájon, az meg energetikailag használhatatlan. Azt hiszem pont Pécsről írták, hogy valami pár 10 megawattot lehetne kisajtolni belőle. Igen, tehát hogy kicsi tóval nem érdemes csinálni a nagy meglátható, tehát ezt meg akárhol nem tudod lerakni. Sok kicsi tóval persze elegánsabb lenne, de nem működne. Olvasd fel a kérdés, mielőtt válaszolsz. Csak a könnyebb. Dani, ez egy szakma, nem egy szakkör, hogy lesz, szoktam mondani. Bocsász. Lele Zoli írja, Nassáján a Duna lenne a vízforrás, és az elbontott hegyben alakítanák ki a medencét. Na, hát akkor ott már nem kell nagyon hozzányúlni. Az már mondjuk jó hír. Igen, a szivattyúk, köszönjük szépen, igen, ezt már láttuk. Csak nem fura, hogy számológéppen meg egy akkúval mentek a holdra, 63 éve, meg semmit nem tudunk felmutatni netes pornón kívül. Ez erős torzítás azért. Jó, de szadját ide, hogy nem tudom, én értem, de jó. Meg 69-ben volt a holdra szállás. Legalábbis aki elhiszi, mint én, hogy volt az 69-et ma. Értem. Igen, ugyanez a kérdés, hogy több kisebb kellene. Ez szintén felmerült is. Hát igen, csak akkor a hegy kell, hogy lépcsőzetesen egymás mögé tud rakni. Különben nem ér semmit az egész. Igen, Jelek úrnak ez jó, hogy a bánya és hűtőtavakat is lehetne jól hasznosítani, ha már ott úgyis izé van, tájsebb van akkor. Igen, csak ez a megfelelő lejtést meg kell találni. Tehát itt mindig a kritikus pont az, hogy a megfelelő lejtés és a megfelelő lejtési hosszúság meglegyen. Nálunk van olyan működő megoldás, ahol homokot hevítenek 500 fokra, és úgy tárolják az energiát, az hajtja a turbinákat. Van már ilyen működő Marokkóban. Ja, mondjuk az is. Tök érdekes. Igen. Tehát én nem hallottam róla. Spanyolországban sóval csináltak ilyet. Tehát, hogy a központi toronyban van a só, és akkor oda ráirányítják a napfényt, és akkor azt napon fölépítik, és akkor estére szép lassan hűl, de folyamatosan csordog el körbe a turbinán. Igen, igen. Mondjuk azt sem néz ki túl jól amúgy. Nem, hát csak egy központi torony van, és akkor... Hát meg körülötte vagy 8 hektár napelem. Nem. Ehhez kevesebb kell, mert mind ugyanarra irányul, és ezért a fokozott hőhatás... Én amiket láttam, azok nem néztek ki túl jó, de hát már igazából hát, mindegy. Sima táblánál így van, hogy nagyon nagy terület kell egyébként, de ha így koncentrálod magát a hőt, akkor azzal sokkal hatékonyabb tudsz lenni. Bármit nézel, ami nem a természeti táj, hanem épített, az sose lesz olyan szép, mint a természeti táj, úgyhogy ha így nézed, akkor igen, csúnya. Például van Dél-Spanyolországban, nem emlékszek melyik városban, de ott valahol a tengerpart környékén talán, Andalúziában hatalmas nagy zöldségtermesztő, ilyen fólia sátrak azok, üvegházak, de valami több négyzetkilométeren. Tehát, hogy sok száz. Vagy még annál is több. Úgyhogy az több is, ezer hektár. Az is rengeteg hatalmas területet elfoglal, egyáltalán nem néz ki jól, és már műholdról látható, de cserébe van mit tenni, tehát, hogy ja. Valamiért. Paks 1, 4x, 500, összesen 2000 megawatt. Uh-huh. Köszönjük szépen az infót. Ja, akkor az új lesz 2200. Igen. Az megépül? Az mi lesz? Hát a pénzt már zsebre vágták. Állítólag a reaktor helyét már most kezdik kibetonozni, hogy mikor lesz bele reaktor, meg mikor lesz egyáltalán felötte kész épület, az már egy másik kérdés. Mondjuk az jó, hogy Magyarországon így rámentek a napenergiára, elég sok. Hát most beindították, csak előtte jól megszopatták azokat, akik házilag akartak a napelemmel menni, meg az eddig kint lévő pályázatokat sem fizették ki. Hát jó, valakin át kell fogni a Laci. Laci, jó vagy, Laci! Téged nem szoktanak lacizni pedig, szóval valakin át kell folyni a Dania izének, a Dellának, ez nem úgy működik, hogy magadnak megtermeled a pénzt. Ez az, ahová gondolok ki. Ezt az állambácsi nem szereti, hogyha itt izé nem látja, hogy te mit csinálsz. Svájcban kevésbé zavarja őket, ott sok ilyen van, ami tájsebb, de működik. Svájci frankos fizúját én is elviselném, hogy olcsó az áram. Ja, meg egyébként ott cserébe sok minden más drága, szóval lehet, hogy örülnek az energiának. Hát, ja. Na, úgyhogy én azt mondom, hogy meg lehetne ezt próbálni, hogyha nem jár olyan nagy átalakításokkal, akkor végül is nem egy rossz ötlet. Aztán hát ez pont egy indokoltan elővett ötlet, aztán majd kiderül, hogy mi valósul meg belőle. Kurva drága a kivitelezés állítólag, tehát egy brutális. Attól mennyit kell alakítani, mert ebben az esetben, mint látod, itt például csomó földmunka is volt, hogy így megtámaszták oldalra. De ha egy völgyet zárt, akkor csak magát a völgyzárógátat kell kialakítani. Hát mondjuk szerintem az ma már nem nagyon elfogadott módszer, hogy völgyeket zárunk el, mert az... Hát már pedig úgy kell kialakítani, ha hát, ahogy, nem, hogyha megvan egy tó alul, akkor nem kell. De a felső hát, tóat akkor igen, is meg kell csinálni. De a felső tó akkor kell egy tó fölőre is, ami ott van. És akkor...
Akkor a tó általában nincsen. Főleg errefelé. Kicsi ország. Szerintem engedjük a Balatont a Dunába turbinán keresztül, mit szolgál. Mennyi lenne a telejtés? 3 méter? Nem tudom. Kábé, annyi biztos. De ha egyszerre engedett az egészet, biztos nagyon gyorsan megforgatja a turbinát. Ez jó, én a falban tárolom az áramot, ott konnektor. Bedugom. Áram. Ennyi. Igazad van. Jól csinálod. Szóltok, mire menjünk még rá a vonatra? A vonat az mindig jó. A vonat az mindig jó, vonatos témánk úgyis régen volt. Mostanában nem is késett a vonat Csabára. Ebben mondom ezt úgy, hogy mondjuk tegnap pont késett 10 percet, de... Az a MÁV-nál nem sok. De az ja, viszonylag tűrhető. 10 perc? Az nulla. Nulla, oké. 10 percet már be sem mondják lassan. Hát az felesleges egyébként. Marci küldött itt egy cikket, méghozzá az a címe, hogy radikálisan átalakulhat a vasút Európában. Olyan áttörést értek el olasz kutatók, ami mindent megváltoztathat. Felfedezték. Na vajon mit? A gőzöst. Kicsit clickbaites volt a cím, de egyébként persze, jó. Persze. Az a lényeg ennek, hogy van egy Ironlev nevű cég, és ők megcsinálták azt, hogy olyan maglev technológiájú vonatot csináltak, amihez nem kell speciális sín, hanem a mostani sineken működik. Az jó, a MÁV örülne neki. Hát mondjuk nem tudom, hogy amin a kis piros megy nálunk, azon a sinen szerintem még ez is bukdácsolna valószínűleg. De várja, annak le kell élni a sínen. A MÁV-nek pont az elég, hogy lebeg, ezért nincs súlódás. Na hát akkor mondom, a MÁV az örül neki, akkor nem kell foglalkozni, hogy milyen sínvonalatta csak így. Akkor csak azt kell mindig figyelni, hogy... Berosdásodnak a sinek amúgy, nem? Hát én nem tudom. Amúgy tényleg, mert hogyha nem jár el a vonat, akkor berosdásodik. Hát ez így nem fog működni. Néha átküldenek rajta egy kis pirost. Két maglev között egy kis piros átmegy. Az érdekes. Nosztalgia vonatként van, nosztalgia. Külön pénzt adnánk kiérte, hogy mehessünk kis pirosra, mint régen gyerekkoromban. Hát itt lehet. Na, szóval azt írja, az olasz Ironlev megoldotta, hogy ne kelljen speciális sínpárokat alkalmazni a maglev technológián alapuló vonatok közlekedéséhez. Ezzel 340 ezer kilométernyi meglévő vasúti pálya válhat az ilyen szupervonatok számára használhatóvá Európában. Azt mondja, hogy igen, a maglevet azt elmondtuk, ugye ezt tudja mindenki, hogy így lebeg gyakorlatilag a vonat a pálya fölött, és így nincs súlódás, és akkor így nagyon gyorsan tud menni. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy ez megemelt pályán működik, csak mert olyan gyors és olyan kényes technika, hogy nem szabad, hogy mindenféle állat átmászkáljon a sínen. Hát de hogyha sima sín, akkor... Jó, csak mondom, hogy a maglev az direkt, ez pont azért drága, mert megvan emelve, hogy 10 méterre a föld fölé, és úgy van a pálya. Figyelj, pont azért, hogy semmi akadály ne legyen a sínen, még véletlenül sem. Én tudok egy fickót Magyarországon, az mindent meg tud építeni. Csak plusz... nem ML a... De ML, igen. És én a helyében azt csinálnám, hogy drótkerítés, két oldat, azon nem megy át, van magyar gyárban csináljuk a drótkerítést. De kerítés azért. Kerítést tudunk csinálni, igazából hülyék ezek, nem kell 10 méterre, csak magas kerítés kell, és akkor érted. Ezek nem fognak átmeszkálni, meg a migránsok sem. Semmi nem mászik át azon a kerítésen, úgy megy át a vonat, hogy így. Ja. Na, van itt egy videó, bár ez nem sokat mutat, azért megnézzük, szóval így néz ki a vonat. Egyébként, amit ők csináltak. De hát jó, ez még csak... lebegtetési technológia. Igen, ebben most ennyi létezik gyakorlatilag. Hát ott... Vagy a kispiros is ilyen gyors. Fölgyorsul 70-re. A kispiros nem megy 70-re, bazd meg. Jó, megy, de hát nagyon tudna ritkán. Az menni, hát tudna. Nagyon ritkán, szóval, hogy itt, ja, ez egy ilyen kis doboz még egyelőre, de hogy így működik, és elérte a 70 km per órát elvileg. Egyébként megnéztem a weboldalukat, és nincsen ennél konkrétabb videó, hogy néz ki, de képeket azt találtam, hogyha mindjárt megnézzük azt is. Úgyhogy így. Van egy sejtésem technológiai ismeretében. 70 km per óra. Nézd, hogy száguld. Hát figyelj, nálunk az már működőképes. Spanádi, amúgy fél óra a gyomán lennél. Nálunk ez a működőképes koncepció, teljesen, figyelj. Ezzel a kis trapéz fossa, hogy hívják ez, milyen test ez, aminek trapéz az oldal? Trapezoid? Nem biztos, tehát azt hiszem egy létező szó. Van ilyen? Na mindegy, szóval, hogy erre felülni hamarabb bejutná gyomára, mint egy kis pirossal. Csak el kéne hozni Olaszországból, tök jó lenne, kipróbálni, simán felülnék rá. De rárakunk két ülés tetejére, aztán jó napot. Csak kell a szemüveg, meg bukós is. Kéne egy ilyen, mint régen volt az autóversenyzőknek ez a kis szemüveg. Ez a pilóta is. Pilóta szemüveg. Kis gumisap, vagy ez a, nem is tudom, ez a gumis bőr, nem is gumis, ez a bőrsapka. Az a világháborús. Olyan volt itt még régebben. Emlékszik, igen. Csak hova tűnt amúgy? Nem tudom, nem laktad el valahova ide? Na, valahol régiségek közé. Na, szóval, hogy vannak képek, találtam képeket. És lobogna a haja, miközben. Nem lobog, mert rajta van a bőr. Na, nem tudom, mennyire fog látszódni, szóval, hogy így néz ki a cucc kávé. Így. Aha. Van itt ilyen kis görgő az oldalán. Ott. És gondolom azt tartja helyben, és akkor itt van a maglev.
amit nem tudom, hogy működik, de hogy így néz ki alulról. Nem tudom, hogy erről egyébként nincsen, ez a kép se a hivatalos weboldalról van, szóval... Azt szóval az egyik, hogy a simpár valószínűleg mágnesezett lett, és két oldalt a két mágnes, ami maga a vonathoz csatlakozik, az megtartja középtájt a sínt, és akkor így megy előre. Majd ha valaki... Ez jó, amúgy ilyen tafák vannak nálunk is. Aha, ja, körülbelül. Igen, nem ez a... A szögek is így állnak ez benne. Beton egyébként, ha jól látom. Ez, nem, ez fából van. Biztos? Hát ott a izé. Csak olyan oldal és kosztos betonnak tűnik. Ez fa. Ott van a hasa idén, szemüleges vagyok, csak... Hát, ez fa. Jaj, kérlek, Kuros, hát... Magyarországon még betonban is lett hasadék. Jó, mondjuk, ez igaz. Ez igazad van. Én simán el tudtam képzelni, hogy átalakítják a kispirosokat, úgyis úgyse fogunk újat venni, átalakítják maglev kispirosokkal, gondoljátok el. Csak le kell szerelni az alját, rászerelni erre a lemezre, és akkor bum. Mi hajtja egyébként? Hát mondjuk az a gond, hogy mert áram. Valaminek el kell indítani, jó? Akkor kell felsővezetni hozzá. Nem, ez a magától a mágnesességtől, tehát amikor taszításra kapcsolják, hát elektromágnes. Úgy kapcsolják taszításra, hogy az arra löki, amerre indulni akarsz, mikor szóval akkor pont ellentétesen hát akkor is kell hátrafele. Áram hozzá. Hát nyilván áram alá kell helyezni az rendszer. De a kispirosnak nincs felső vezetéke, szóval szépen. De akkor ez végül is nem de gond. A metrónak sincs felső vezetéke, mégis alul van áram. Hát de itt nem rakatják be a sínek közé. Dehogy nem. Csak magas kerítés kell. Na, ennyi. Kerítésben jók vagyunk. Hát akkor ezt a kocsit meg tudnánk csinálni, csak kéne a két simpár közé egy, még egy, ahogy jön az áram. Kerítés két oldalra, azt mehet a kis piros 280. Megalapítjuk a magylevet. Magylev. Tényleg. És igen, és ez felrántja a szart a sínek közül, ez egy legit kérdés. Igen, ugye, vagy azon fog csúszni. Hát jó, nagy sebességnél az simán felszívja a vákum. De az gyorsítja, nem az nem azt a vákum. A súlódást. Hát tiszta kula lenne a maglev technológia alul, szerintem az nem használ neki valószínűleg. De szerintem sem meg lehetne oldani. Hát az olyan, mint a kenés az autókban, tehát a zsírozás, hogy így jobban csúszik. Jobban csúszik. De hát itt, mondjuk itt nincsen súrlódás, úgyhogy... Hát azután biztos nem lesz. Igen, szerintem a klíma is evolúciós fejlődésnek számítanak a kispirosnál, meg a toalettpapír. Meg fogsz lepődni. Tök sok kispiroson van utólag beépített klíma. Ellentétben a gyorsvonaton nincs WC-papír. Ja, se. A WC-papírt ezt se. Nem tudom, hogy van-e, de... Sőt, szerintem ami nálunk megy, mindegyik is piros rakta a klímát. Még ráadásul néhány kék, nem is piros, szóval. Hát igen, de azok már nagyon felújítottak. Na igen, a kék alá kéne berakni a maglev technológiát, és akkor látnák, hogy az a nyálom. Tudnák, hogy melyik az, ami... Tudnák, hogy melyik, ami lebeg. Igen. Hát gondolj, hogy bele felszedték úgyis a sínt, még Nagyvárad fele, akkor most már sincse kell neki, majd az lebeg így a kokina mezőn, és akkor elküldjük Nagyváradig megint a vonatot. Ilyen is lesz majd egyszer, amikor majd az unokáim megöregszenek valószínűleg, vagy nem tudom. Legalábbis Magyarországon biztos nem mostanában lesz, de érdekes téma volt. Hát úgy, nem, de maga az ötlet tényleg tök jó, meg egyszer biztos lesz belőle valami, csak soká. De tetszik ez a kis járgányom úgy. Én oda hátra beülnék, és akkor pihennék rajta. Ahogy Magyarországon fejlődik, az unokáimnak talán meg lesz. Nem, a mi unokáim már lehet, hogy fognak látni a vonatot, ami fog menni 200 fölött Magyarországon. Én már maradjunk realisztikusok. Begyorsul a Jet Beach fele, vagy mire gondolsz? Ja, nem tudom. Igen, már ha lesz még, marad valaki itt, aki utazzon rajta. Ja. Már ha fog menni Bécs fele vonat. Nem csak kelet fele. Bécs fele még biztos fog, visszafele az már más kérdés. Ja. Igen. Két perces rövid hírt tudok mondani. Na, mondja. Olvastam, hogy Sri Lankán nagy becsbe tartják az asztrológusokat. Vigyázni kell, nem asztronómus, hanem asztrológus. A csillagállásból jósolókat. Ja, fordítva, ja. Ilyeneket olvastam, hogy például az előző miniszterelnök is úgy időzítette a lemondását, hogy előtte kikérte a hivatalos jósok véleményét. Ez milyen ország volt? Sri Lanka. Ceylon. Ha így tetszik. Komoly emberek vannak ott. Most ki akarták írni a választást. Hivatalos kormányzati jósoktól megkérdezték, mikor lenne a legalkalmasabb. A többség mondott egy időpontot, erre jött egy másik, majd azt mondta, ezt katasztrófákhoz vezetni. Na, nem is vagyunk annyira hátul a politikában. Fél, szerintem jók vagyunk, még csillagból. Az vicces, az egyik önérzetes jós korábbi jóslatot mondott, és akkor nem jött be, és akkor azt mondta, hát, Nostradamus is tévedhet. Na, mit gondoljátok, mire fontos megyen? Az önkritika, azt hiszem. Lennének a fideszes jósok, és akkor mondanák, hogy mikor nem kell elsikasztani. Ja, azt nem tudom, de azt meg szokták jósolni, hogy jó lesz az infláció, meg magas a fizetés. Csak hát... Ja.
sajnos sokszor tévednek, vagy ja, mondjuk az övék magas, de... Ezek nem szeretik a jósokat, izét is lemondották a meteorológust, aki, aki rosszul jósolta jó, meg az időt. De... Hát rosszul, nem az volt a gond, hogy rosszul jósolta meg, hanem hogy rossz időt jósolt. Tehát ő nem tetszett neki, amit mondott, nem az volt a gond, hogy azt mondta, hogy ilyen lesz. Nem, nem az volt, hogy nem azért mondott le, mert hogy... Az mi volt? Nem az, hogy... az volt, hogy esőt ígért, és azért lefújták a tűzijátékot. Ja, és nem volt eső. Hát talán utána nem. Nem belem, hogy nagy vihar volt várható, és ez elő is fordulhatott volna, kell, úgyis ja, összejöttett volna, végül nem lett nagy vihar, de azért lemondták. És ezt nem bírták el viselni. Igen, mert ha azt jósolja, hogy jó idő lesz, akkor nem lett volna gond, mert akkor nem kell lemondani a tűzijátékot. Max a végén lesz egy vihar, de hát Istenem, ha meghal egy-két ember, az nem olyan vészes. Mit számít, Magyarországon vagyunk, majd szaporodunk, majd mindenki szül egy negyedik gyereket, a férfiak, meg egy ötödiket. A férfiak is. És... Ja, nem Magyarországon a férfiak nem szülnek. Ötnél kevesebbet. Úgyhogy nem az volt a gond, érted, hogy rossz idő volt, hanem hogy azt jósolták. Tehát ha azt jósolta volna, hogy jó idő van, akkor semmi baj nincs. Felesleges volt. Tehát, hogy te járhatott volna a srilankai asztrológusokhoz ő is, hogy tanulni, hogy... De lehet, hogy most átköltözött oda, hogy ilyen buddhista jelleggel így nézi a csillagokat, és tanul, és aztán pár év múlva visszajönni, és a meteorológiai szolgálat élére új vezető, és majd a kis buddha szobor és a füstölők közül majd ennyi. Elmeséli, hogy holnap esni fog az eső, vagy nem. A srilankaiak ugyanolyan vallásosak, vagyis hát mint a hinduizmus. Indiaiak. Van, azt hiszem ott is. Nem, azt hiszem, talán ők a buddhista irányban. Vagy buddhista, valami... Hogy az ő életeket is ennyire... Nem, várjunk, talán a tamilok a buddhisták. Hát nekik is és igen. És a többségi társadalom a hindu. Akkor náluk is azért de fontos dolog. Nem, a tamilok azok muszlimok. Fontos nekik. Nem csak asztrológiával foglalkoznak, hanem vallással is, úgyhogy nekik az is ilyen központi. Na, gyerekek, egész jól állunk, mit akartok? Korrupció, meg ilyesmi, hagyjátok már. Asztrológia. Örüljünk, hogy nem izé asztrológusokra hallgat a kormány. Ja. Mikor holnap... írjam ki a pályázatot? Az... Hát, majd megnézzük a csillagok állását. Így van. Ja. És ne sért tudja meg senki, aki hisz ebben, mi nem hiszünk. A skorpióknak rossz hónapja lesz. Érted, és akkor mondjuk a skorpióknak... Nem, csak kis magyar színes egyébként, hogy állítólag Matolcsi György. Ha nagyon szíszisz az ilyen keleti szám misztikába, és akkor 8-as számot utálja, mert az rossz a keleti szám misztikában. Tényleg? És akkor nem elláttak itt, hogy vajon bemerik vállalni a 8 egészes kamatot, mikor csökkentünk, kezdték kamatot, hogy valahogy átugorják esetleg. Miért? Nekem ez tetszik. Tehát van bennük egy kis lélek, egy kis emberség. Legalább elgondolkoznak valaminek kicsit. Tehát a 8%-os infláció nem legyen 7,9 vagy 8,1, de hogy ne legyen 8, mert ez nem vagy jó. Vagy 9. Inkább 9 legyen, mint 8. Inkább 9, ja, inkább hagyjuk kicsit romlani, de a 8 az nem jó, az rossz szó. Azt hittek, hogy Dani jósolhatna vaníliás sodóból, vagy somlóiból. Vállalom, figyelj, vállalom. Az küldjetek egy ilyen dobozos somlóit, megjósolok. Vagyok egyébként valami. Elég ocsmány dolgokból tudtak jósolni. Mit? Szarból? Egyébként a nem tudom, miért gondoltam egyből a szarra. Hát még a sushi van. Annyi a lényeg, hogy a rómaiak vittek magukkal tyúkokat, például a hajókra is, például Kartágó ellen is, és akkor próbálták a csirkéket jóslásra bírni, úgymond, hogy hogy esznek, meg mit tudom én mi. Hát nem akartak enni, jó sok mondták, hogy hát parancsnok úr, majd esznek. Parancsnok úr, megdődött, dobják mindet a tengerbe. Aztán vesztettek is, és akkor mindenki ráfogta, mert a tengerbe dobta a csirkéket. Nem értem teljesen, de... Rosszul értelmezték a jeleket, nem hallgattak a tyúkokra. De egyébként úgyis jósoltak, hogy a csirkét megölték, és akkor megnézték a belét. Na, hát én erre gondoltam, mert ez rém lett, hogy a csirkebélből jósoltak. Igen. De volt, hogy a madarak löptéből jósoltak, azt hiszem talán a görögök voltak ilyenek. Mm. Igazából mindenből lehet jósolni. Jó. Mi legközelebb pálinkába fogunk jósolni, mit szólt? Figyelj, meg kell nézni az alján, és akkor megmondod a görbületből. Megnézem, mennyi feliratkozónk lesz. Jaj, a Harry Potterben a kávézatból jósoltak. Látok 3000 új feliratkozót, és egy 50%-os béremelést nekem. Harry Potterben a te a fű állásából jósoltuk. Harry, valami nagy borzasztó dolog fog vele törni. Ott a fene vagy! Ja, az, mi volt? Az valami farkas volt benne. Igen, a farkas volt. Azon akkor a negyedik rész volt, azt hiszem. Az a hármas volt. Hármasba talán. A negyedik rész, ja, mindegy. Na, ott volt az a Dinka jósnő. Könyvajánló. Epic könyvajánló következik. Tore D. Hansen, 69-es születésű újságíró, politológus, szociológus, író, és emellett csak 6 könyvet írt. De megjelent tőle ez a Legtisztábbak című könyv, ami egy klímakatasztrófa utáni világot ír. Egészen pontosan ez a klímakatasztrófa valamiért napra pontosan történik meg, vagyis 2041. szeptember 24-én. Akkor még van egy kis időnk. Ekkor bekövetkezett a végleges klímakatasztrófa, összeomlanak
az országok, azok a kormányok, akik talpon maradtak, alávetik magukat a legtökéletesebb mesterséges intelligenciának, ami úgy hívnak, hogy ASCII-t, és ő megtervezi a globális szükségállap programot. Szóval így szépen... megint a mesterséges intelligencia akkor kinyílni. Így van, rábízzuk egy gépre magunkat. Az AI lesz a végzet. 150 évvel később ASCII-t arra jutott, hogy sikerült 10 millió embert életbe tartani. Hát 150 év után? Igen. Elég sokan meghaltak, mire ez a tökéletes dolog összejött. Ja nem, várjál, 10 millió maradtak 41-be. Jó, hogy az összeomlás után. Igen, az összeomlás után maradtunk 10 millió, a gép megmentett minket, ez a bolygó szépen rendben legyen kormányozva. ASCII-t létrehozott egy új elitet, az emberi civilizáció új evolúciós fokát, és ő ezt állandóan figyeli és ellenőrzi, úgymond a legtisztábbak társadalmi rétege. És akkor hősnőnk ebbe a kiválasztottak közé kerülési program utolsó fázisában áll, szembesül a valósággal, ami úgymond az eddigi tökéletes világon kívül van, és akkor végül rájön, hogy valójában ő a kiválasztott. Ez egy ilyen kis klasszikus történet. Ez a történet, hogy hogyan jutunk el oda, hogy majd ez a hősnő eldönti a világ sorsát. Az a kérdés, mi lesz a világ sorsa? Yeah, oké. Okay. Köszönjük hát szépen. Okay. Köszönjük szépen. Elköszönünk. Itt lesz. Ezután még vágsz. Kolos. Igen, hát persze. Disztót. Ott van lent. Elköszönünk, köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük, hogy itt voltatok a 100. epizódban, a 3. év a 100. epizódjában, és akkor folytatjuk majd. Várható még a héten egy videó, Lacinak a game streamében egy összevágás, egy highlights videó, úgyhogy azt is majd csekkoljátok. Nem tudom még mikor, mert holnap kezdem el majd csinálni. Az valószínűleg szombaton lesz fönt, de még nem ígérek semmit.